2023. január 1-től megváltozott a Magyar Honvédség 43-as számú Nagy Sándor József Híradó és Vezetés támogató ezrede, a Magyar Honvédség egyedüli híradó és vezetés biztosító közvetlen alakulatának neve. Az új évtől Magyar Honvédség Nagy Sándor József 51-es számú híradó és vezetés biztosító dandárként folytatják munkájukat. Feladatuk a Magyar Honvédség és a szövetséges haderők magasabb egységeinek kiszolgálása, a katonák kiképzése, továbbképzése, felkészítésük békés és háborús feladatokra, a technikai eszközök, anyagok, gépjárművek megóvása, karbantartása, hadrafoghatóságának biztosítása. A csapattagozatnál magasabb szintű speciális technikai eszközjavítási és kiszolgálási műveletek, helyszíni technikai kiszolgálások, hibaelhárítások, javítások, illetve a Honvédség híradó, informatikai és információvédelmi támogatása. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint a most kiteljesedő haderőfejlesztés kiváló alkalmat nyújt a Magyar Honvédség belső hagyományrendszerének újraalkotására is. A végső cél az, hogy a Magyar Honvédség visszanyerje azt a nimbuszát, hogy egy olyan általános, köztiszteletben álló nemzeti intézmény legyen, amely a magyarság megmaradásának letéteményese és biztosítéka, hangsúlyozta a szaktárca közleménye, és hozzátették, ennek megfelelően változik meg az alakulatok hadrendi száma és az elnevezések megválasztása. Emellett egy eddig hibásan alkalmazott gyakorlat is megszűnik a jövőben, a hadrendi számot megelőzi a névadó.